A szöges drót összeköt minket jelmondattal, két napos kerékpáros túra indult május 9-én Kistarcsáról Recskre. Az emléktúra célja a figyelemfelkeltés mellett az, hogy támogatókat találjanak egy emlékhely megvalósításához, melyet az egykori kistarcsai internálótábor épületében alakítanának ki. Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök. A kétnapos menet Kistarcsáról indult, ahol Solymosi Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket, továbbá elmondta, hogy az országban a kistarcsai internálótábor az egyedüli, amely épp állapotában megmaradt. Rendhagyó módon egy kerékpár túrát fogunk szervezni Kistarcsa és Recs között, annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt volt egy internálótábor, és sajnos még ennek nincsen emlékhelye. Nincs Magyarországon olyan ember, aki ne tudná, milyen tragikus események történtek ezeken a településeken az 50-es, 60-as években. Csak hogy amíg a recski tábor zarándok helyé vált az utóbbi években, hiszen emlékmúzeumot alakítottak ki a tábor területén, addig Kistarcsa szívében a mai napig fallal és szöges dróttal elkerítve romos épületek állnak arra várva, hogy hasonló szerepet tölthessenek be. Az ország internáló táborai közül egyedülálló módon a kistarcsai az egyetlen, amely éppen maradt, az összes többit lerombolták, a nyomukat is igyekeztek eltüntetni a 70-es évektől kezdve. Kistarcsa város polgármestereként kötelezőnek érzem, hogy élére álljak annak a kezdeményezésnek, amelynek a célja egy emlékhely létrehozása a tábor területén, mely mementóként hirdethetné a 20. század legsötétebb rendszerének büntetteit. Nem szabad, hogy a feledés homályába vesszenek a kegyetlenkedések, igazságtalanságok és a megfélemlítés időszaka. A jövő generációinak rendhagyó történelem óra keretében mondanánk el azokat az eseményeket, amelyek Kistarcsán történtek nagyapáik idejében, ám a történelem tankönyvekbe egyelőre még nem kerültek be. Mi így tudnánk hozzájárulni a történelmi igazságszolgáltatáshoz. Köszönöm, hogy mellénk álltak, így kezdeményezésünk még nagyobb nyilvánosságot kapott. Tisztelettel köszönöm Önöknek a támogatást. Külön köszönet dr. Áder János köztársasági elnök úrnak, hogy rendezvényünk fővédnökségét elvállalta, ezzel hangsúlyozva ügyünk fontosságát. Vas Ferenc, a Kistarcsai Internáltak Emlékért Alapítvány elnöke megköszönte a kezdeményezés támogatását a helyi cégeknek, magánembereknek. Az alapítvány célja egy olyan könyvtár és interaktív bemutatóterem létrehozása, amelynek legfontosabb feladata a felnövekvő nemzedék oktatása rendhagyó történelemórák szervezésével. Elsősorban nagy köszönet a Lavet Kft.-nek, az igazgató úr itt jelen is van, a Nosztalgia étteremnek, Illés cukrászdának, a Copy & More Kft.-nek, köszönjük, a Multigram Kft.-nek, a MD Mikroszkópos Diagnosztikai Kft.-nek, a Pestor Biztonsági Szolgálatnak, a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoportnak, aki végig kísér az utunkon és vigyáz az egészségünkre. Stúdió Simple Kommunikációs Ügynökség, nekik köszönjük a honlapunkat, és Jakabfi Ágotának és Urbán Ádámnak még köszönjük ezt a szenzációs logót, amit kitalált a alapítvány számára. És nagyon-nagyon sok magánember Kistarcsáról, látom Herzk úr is itt van, nagyon köszönjük a támogatását, és azon vagyunk, hogy minél több embert meggyőzzünk, és megmutassuk nekik, hogy mit is szeretnénk itt Kistarcsán létrehozni, és reméljük, minél több anyagi támogatás is sikerül szereznünk, hogy ezt az emlékhelyet méltóképpen fel tudjuk újítani, és meg tudjuk nyitni a múzeumot. Az első állomáson Kis Károly Kerepes alpolgármestere átvette az alapítvány emléklapját, ezután Kerepes szalagját ünnepélyesen feltűzte a menet zászlajára. Köszönjük szépen, egy kis tapsot kérünk, hogy a kerepesiek emlékszalagot!
A több mint 7 kilométeres táv után Gödöllőn a Művészetek Házánál Gémesi György polgármester frissítővel fogadta az emléktúra résztvevőit, majd a várost jelképező szalag feltűzése után ő is csatlakozott a kerékpárosokhoz. Polgármester úr, elnök úr, Zoli bácsi, mindannyiukat és sportbarátai, mindannyiukat nagy szeretettel köszöntöm Gödöllő nevében. Örülök minden olyan kezdeményezésnek, ami a sporton keresztül igyekszik emlékezni bizonyos dolgokra, mert azt gondolom, ennek a túrának, ennek az egész kezdeményezésnek az emlékezés, az emlékek ápolása az az elsődleges célja, és az is kell legyen, hiszen kötelezettségünk azokra emlékezni, azokra gondolni, akik a történelem viharaiban ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, mint például az internálások keretein belül több tízezer ember, és akiknek a sorsa adott esetben ezen keresztül megpecsételődött. Tehát nagyon-nagyon lényeges dologról van szó, hogy annak a háznak, annak az épületnek a történetét világosan tisztán lehessen látni. Az alapítvány kezdeményezését támogattuk egy jelképes összeggel is, és a túrán jelképesen, mert végig nem tudok elmenni, de aszódik, vagy közel aszódik elmegyek, ezzel kifejezve a túra támogatását, a túra céljaival való egyetértést. Köszönöm szépen a kezdeményezést, és további sok sikert kívánok. Elég sok információ van Kistarcsáron, mert ott voltam országgyűlési képviselő, és magának az épületnek önkormányzati tulajdonba adása kapcsán is nem keveset dolgoztam annak idején. Egy része most is önkormányzati használat alatt van, az a gyönyörű szép terem, amit kialakítottak, és ott kulturális rendezvényeket rendeznek, és más épületrészek, de most találtak egy olyan célt, ami azt gondolom, hogy egy méltó ahhoz a történések, azokhoz a történésekhez, ami az épületben történt, mert itt nem csak a recski internálásokról van szó, hanem a háború előtti zsidó deportálásokról is. Tehát ez az épület, ez elképesztő sok szenvedést tudna elmesélni nekünk az ő történetébe. És azt gondolom, hogy egy demokratikus gondolkodású embernek és közösségnek mindig fontos arra utalni, hogy a diktatúrák azok milyen kegyetlen dolgokat tudnak művelni, és az áldozatokra való, a kiszolgáltatott emberekre, az áldozatokra való emlékezés az meg mindannyiunk kötelessége. Maga a túra egy sportos történet, amit én nagyon szeretek, de természetesen az állomások mindegyik helyen fölhívják a figyelmet arra, hogy soha többet diktatúra ne legyen ebben az országban, és az emberek, a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ne kerülhessenek egy diktatúra áldozatainak sorába. Ezért gondolom ezt nagyon fontosnak. Első lépésben 100 000 forintot biztosítottunk az alapítványnak, és ahogy működik, majd megy előre, és látjuk, hogy akkor a gödöllői gyerekek is bizonyos oktatásokban részesülhetnek, akkor természetesen a továbbiakban sem zárkozunk el attól, hogy támogassuk. Gödöllőn jelen volt Holló Miklós Mogyoród alpolgármestere, aki beszédében elmondta, hogy egyetértenek ezzel a célkitűzéssel, és Mogyoród önkormányzata is támogatja az emlékhely létrehozását. A képviselőtestületünk ezt a célt, amit a kistarcsai önkormányzat megjelölt, elfogadta, egyetért ezzel a célkitűzéssel, és a megvalósítását pedig támogatja. Erkölcsileg is és anyagi támogatást is nyújtottunk hozzá, ami nyilván a kezdetekhez kell, szükséges, és a továbbiakban, amikor ez már beindul és működik, fel kell majd tartani, működtetni kell, akkor további támogatásokra is nyilvánvalóan sor kerülhet. Vécsei László országgyűlési képviselő nemes dolognak tartja a kezdeményezést, így ő is csatlakozott a menethez. Solymosi Sándor Kistarcsa polgármesterétől pedig megkapta az alapítvány logójával ellátott pólót. Gratulálni szeretnék a kistarcsai kezdeményezéshez. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, nagyon nemes gondolat a kistarcsai és a recski szinte azt mondanám, hogy keresztutat összekötni. Gratulálok a kezdeményezéshez, kitartást kívánok a kerékpárosoknak, és remélem, hogy minden kistarcsai terv, ami az egykori intézettel, intézménnyel kapcsolatos, ez valóra válik, ebben természetesen minden segítséget meg fogok adni a kistarcsaiaknak. A kerékpártúrát a Delta mentőszolgálat munkatársai is segítették, akik az egészségügyi ellátást biztosították az esetleges sérülések esetén. A Delta mentőszolgálat az egészségügyi biztosítását látja el,
Mi ezt ajánlottuk föl a kistarcsai internálótábornak a támogatására. Gyakorlatilag én, mint ügyvezető igazgató, én is részt veszek a biciklitúrán, és a kollégáim pedig a teljes egészségügyi ellátást látják el. Bárki megsérül, lesérül, vagy hát izomláz, különböző derékfájdalmak, erre mindenre föl vagyunk készülve, és a dolgozók ellátják. Gödöllő után újabb 13 kilométerrel gazdagodott a letekert távhossza. Az emlékmenet következő állomása Bag volt, ahol Tóth Gábor polgármester tisztelet az emlékezőknek jelmondattal köszöntötte a jelenlévőket. Tisztelet az emlékezőknek. Ez a gondolat és mondat jutott itt eszembe az elmúlt pár percben, hogy hogyan is és miként is kéne itt és most arról az útról valami pár szót szólnom. Tehát tisztelet az emlékezőknek, azaz nektek, akik nem hagyjátok és nem hagytátok az elmúlt esztendőkben sem, hogy ez a bizonyos szégyenteljes foltja a magyar történelmünknek feledésbe merüljön, miközben ezért nagyon sokan és sokat tettek és tesznek mindmáj napig, hogy a magyarság emlékezetét szelektívvé tegyék, és az elmúlt évtizedek bűneit, amelyet a szocializmus fémjelzett, az csak úgy egy történelmi kis malőrnek gondolják, hiszen azok a bűncselekmények, amelyek itt ennek apropóján megtörténtek, azok betegszenek és azonosak a nácik által elkövetett bűncselekményekkel. Az aszódi állomáson Sztán István polgármester is felkötötte a város szalagját az alapítvány zászlajára, majd Gacsály Ádám, a kistarcsai általános iskola igazgatóhelyettese szólt a jelenlévőkhöz. Nektek pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a túra jelképes is. Tudnék, 1949-től, illetve már 1948-tól tömegével zárta be a kommunista diktatúra az embereket. Mondhatjuk azt, hogy az ártatlan embereket. És itt nem 1-200 emberről van szó, hanem több ezer ember. És ez az emléktúra is azért jött létre, mert akiket Kistarcsára bezártak, a nagyobbik része az embereknek recsken kötött ki, amit ők úgy említettek, hogy a poklok pokra. Hát mi reméljük, hogy nem a poklok pokrába fogunk jutni, hanem méltóképpen tudunk emlékezni, és ennek a méltó emlékezésnek ti az legszebb koronája vagytok. Az aszódi állomásnál hányan csatlakoznak ehhez a biciklitúrához, és milyen korúak? Hát tanuló ifjúságnak minden korosztálya megtalálható a kis kerékpáros csapatba, általános iskolások, középiskolások, illetve a Szabadidősport Egyesületnek a tagjai. Körülbelül egy 30-35 fő, aki most így péntek délelőtt szabaddá tudta magát tenni, és csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Önnek mi a véleménye erről a kezdeményezésről? Hát pedagógusként nagyon-nagyon örülök, hogy van, és létrejött, és a közelünkbe, és hát szerintem, ha ez az emlékhely elkészül, akkor ez nagy mértékben elő fogja segíteni, hogy az itteni diákok a szűkebb környezetükbe ezt meg tudják tekinteni, és hát a történelmi tanulmányaikat ez jó ki fogja egészíteni. Az időjárás kedvezett a résztvevőknek, ugyanis az elmúlt napok rossz időjárása után napsütéses időben tekerhettek a jelenlévők. A túra érintette 60 városát is, ahol Szabó Zsolt 60 polgármestere a nemrégiben felújított Grassalkovics kastélyban fogadta a kerékpárosokat. 60 polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy családjában voltak olyanok, akik átélték az internáló táborok borzalmait. Amikor ilyen eseményről van szó, akkor mindenki elkezd gondolkodni, hogy hogy kapcsolódik lelkileg és hogy kapcsolódik az ügyhöz, mivel tudja segíteni, támogatni. Nekem személyesen két oldalról is van kapcsolatom, hiszen egyrészt ifjabb koromban nagyon szerettem kerékpározni, és tudom a kerékpározás örömeit, másrészt pedig a családi vonatkozás, amely mindannyiunkat érint, az 50-es években mind a két dédszülőm az vendége volt Kistarcsának, tehát tudom, hogy miről beszélünk, és az egyik utána éppen Resre került, a másik pedig a Hortobágyra, tehát tudjuk, hogy miről van szó. Van egy kötelességünk, ez a mi korosztályunknak nagy kötelessége polgármester úrral együtt, ez mégpedig az, hogy még egyszer ez ne következzen be, sem bal oldalról, sem jobb oldalról. A mi feladatunk, hogy ezért küzdjünk, és emellett kitartsunk. Minden állomáson tiszteletét tette Dömötör Zoltán, nemzetőr vezérezredes is, akit személyes emlékek kötnek a kistarcsai internáló táborhoz, hiszen 22 évesen került az intézménybe. Én csak azt kérem tőletek a városvezetésétől, legyetek a múltatokra büszke,
és mindenképpen tegyetek meg mindent azért, hogy Magyarországnak jövője legyen, Magyarország életképes legyen, és mindenkit, aki vele szembeszáll, legyőzze. Adja a magyarok Isten, hogy így legyen. 60-ban megkoszorúzták Boldog Meszlényi Zoltán magyar vértanú püspök emléktábláját. Meszlényi püspök atya is kitűzött maga elé egy célt, mint látják, majd fölírva oda latinul, magyarra fordítva, hogy hittel és hűséggel, tehát ő így próbált szolgálni. Nyilván, hogy ez vértanúság, ez a szolgálat. A kerékpározás se könnyű, az élet sem könnyű, és mindannyian, akik elérjük a célt valami módon, hősök vagyunk. Vannak, akiknek ez a feladat jut, mint Meszlényi püspök atyának is, hogy vértanúnak kell lenni. Ismerik a történetét, talán annyit nem tudtak róla, vagy tudnak róla, de lehet, hogy tudnak, hogy ő 60-ban született. Itt tanúsítja a keresztlevele, hogy itt született. Január 1892. január 2-án, és 15-én keresztelték ebben a templomban. Az élet elvitte őt nyilván több területre, másfelé, így lett püspök is, esztergomi segédpüspök, majd onnan viszik őt el Kistarcsára, és hát ott hal meg március 4-én. Kistarcsa városa sajnálatos módon a tragikus sorsának a végső szintere lett püspök úrnak, és 2009-ben, ugye, ahogy hallottuk is, boldoggá avatták. Mi pedig ebben az évben, március 4-én Meszlényi domborművet avattunk a tábor falán, mi is mementót állítottunk ennek a sajnálatos eseménynek, hiszen nem csak őt, hanem még három paptársát is halálra kínozták a táborban, amely a kommunizmus egyik legsötétebb gaztetteihez tartozik, véleményünk szerint. Az emléktúra érintette Hortot is, ahol a kitelepített eszterháziak előtt tisztelegtek az emlékükre állított kopjafánál, majd Atkár, Gyöngyös halász következett. A biciklis csoport Gyöngyösön is megállt, ahol Benyovszky Péter önkormányzati képviselő várta a kerékpárosokat, majd Mátra Füredig ő is elkísérte a Kistarcsa-Recs közötti túra résztvevőit. Az első napon körülbelül 80 fő vett részt az emlékmenetben. A túra május 10-én szombaton folytatta útját Mátrafüreden és Parádon, majd az utolsó állomás a 100 kilométerre fekvő Recsk volt, ahol átadták a szalagokkal díszített alapítványi zászlót, majd megkoszorúzták az egykori internálótábor területén fekvő emlékművet.